Hála jó Istennek, hogy végig bírtam 85 percet a meccset, végig is bírtam volna játszani, de úgy látszik, hogy Szergej meg akart abszoltatni, vagy nem tudom. Hát úgy gondolom, hogy hála jó Istennek, hogy rendben van a lábom, úgyhogy ennek nagyon örülök, de annak még jobban, hogy tudott nyerni a csapat, és be tudtuk húzni ezt a mérkőzést 3-0-ra. Igaz, hogy rendben van a lábad, még Szergej mondta rólad azt is pár héttel ezelőtt, hogy téged vissza kell fogni, mert nagyon vissza akarsz térni, de közben meg nem szabad sietetni, ez pontosan hogy nézett ki, meséld el. Igen, ez a legrosszabb, mert nagyon, nagyon szeretek focizni, és nagyon nehezen viselem, hogyha sérült vagyok, és minél hamarabb vissza szeretnék kerülni a csapatba, vagy játszani a pályára. Sajnos ezt elkapkodtuk kétszer is. A múlt mérkőzésen még akkor nem volt kész a lábom, amikor rásérültem 20 perc után, úgyhogy igen, most jobban odafigyeltek az erősítésre a két Péter, aztán most úgy látszik, hogy erre hoztak. Igen, ez eléggé úgy tűnt, rúgtál 2 gólt, és mesélj kicsit róluk, melyik a könnyebb, amikor tudatosan kerül eléd a labda, vagy amikor egy lecsorgó, amit ugye nem oda szánt a csapattársa? Hát mindenféleképp, minden szitó, főleg ezek a legnehezebbek berúgni, amikor majdnem azt mondom, hogy üres kapu van, de ilyenkor kell legjobban koncentrálni. Mesélj kicsit a hangulatról, ugye rengeteg szurkoló itt volt, mondhatni a Fradin kívül talán NB1-es pályákon sem volt nagyon ilyen hangulat a fordulóban, milyen volt tényleg így futballozni a listavezetővel? Hát nagyon-nagyon köszönjük a szurkolóknak, hogy ennyien kilátogattak, és ezért is igazoltam ide, megmondom őszintén, hogy ezért a hangulatért. Vendégként is nagyon szerettem itt játszani, mindegy, hogy ellenem szurkoltak, de ez a hangulat ezért csodálatos, úgyhogy még egyszer köszönjük a szurkolóknak, és bízunk benne, hogy egyre többen lesznek majd a mérkőzéseken. Milyen együtt dolgozni az új vezetőedzővel, és mi változott meg egyáltalán, mert az kívülről látszik, hogy valamit nagyon megváltozott. Hát igen, magára talált a csapat, Szergej hozott egy ilyen higgadságot a csapatnak, aztán próbáljuk játszani a focit, támadásokat is ilyen gyors átmenetekben, meg labdát tartani, úgyhogy meg úgy gondolom, hogy egymásra talált a csapat, aztán mindenki küzd egymásért, és ez visz minket előre. Győztünk, örülök annak, hogy a srácok azt, amit gyakoroltunk az edzésen, azt, ami tervünk volt, azt teljesítették. Nem könnyű volt, mert első fél időben egy kicsit mondjuk úgy sok hibát követtünk el, ami nem kellett volna, ezért fontos volt a fél időben megbeszélni a srácokat, hogy higgadtabban, jobban futballozunk, birtokolunk többet a labdát, és akkor mindenféleképpen lesznek helyzeteink. Tudtunk, hol van a MTK-nak a gyenge pontjai, oda kellett nekünk nyomni. Örülök, hogy ez sikerült, viszont azt, ami nem tetszett, sok helyzetet engedtük az ellenfélnek teremteni. Szóval sok munka van még előttünk. Ünnepeltünk most egy kicsit az ötözőbe, de meg is mondtam nekik, hogy azok, akik elsőt játszottak, már nektek is futni, mennyitek edzeni. Ez is visz előre, hogy egy ilyen meccsen is mindig talál hibát? Igen, mindenféleképp én is éreztem belőle, hogy kapkodtunk egy kicsit attól, hogy megszereztük a vezetést, vagy 2-0-ra is, hogy amikor vezettünk, sőt 3-0-nál is voltak lehetőségei az MTK-nak, és nem kicsik, úgyhogy ezekre kell odafigyelnünk, és jobban meg kell becsülnünk a labdát, mert voltak olyan időszakok, amikor hát sajnos siettük és eladtuk a labdát, kapkodtunk.